Köszöntöm a Gyergyó TV nézőit, ismét napszemle kezdődik, lássuk melyek a fontosabb témák. Segít az MPP a szavazatok célba juttatásában, házhoz is mennek a szükséges. Kisgyerekek és az öreg otthon gondozottai találkoztak tegnap, közös játékkal hozták össze a generációkat. Teljes kerettel lép jégre a Progim holnap, és egész idénre szóló belépőt is lehet nyerni. Levélben szavazhatnak a gyergyói magyar állampolgárok is az október 2-ai magyarországi népszavazáson. Hogy a szavazatok biztosan célba érjenek, a gyergyószentmiklósi MPP segítséget ajánl. Az MPP gyergyószentmiklósi szervezetének elnöke szerint egyáltalán nem lehet közömbös a gyergyóiak számára sem, hogy Magyarországnak be kell fogadni a migránsok ezreit az Európai Unió nyomására. Ezért fontosnak tartja, hogy minél többen szavazzanak, mondjanak véleményt. Elsősorban azért, mert én úgy gondolom, hogy azok magyar állampolgárok, akik azok akartak lenni, tehát nem azért lett gyergyói vagy gyergyomedencei lakos vagy erdélyi lakos magyar állampolgár, hogy ebből neki előnye származzon, hanem pontosan azért, mert ő magyarnak érzi magát, ezért a magyar nemzetnek a sorsába be akar szólni. Tehát véleményt akar nyilvánítani, és ezt ki is tudja fejezni most itt ez az alkalom, amikor szavazhat arról, hogy az Európai Unió döntse el, hogy Magyarország befogadja a menekülteket, vagy a magyar nép döntse el, hogy befogadja a menekülteket. Tehát én úgy gondolom, hogy minden magyar állampolgárnak kötelessége elmenni, éljen evel a jogával, szavazzon és mondjon véleményt, hogy elveszítsük a kultúránkat, elveszítsük a hitünket, elveszítsük a vallásunkat, vagy pedig megőrizzük és megmaradunk a Kárpát-medencébe magyaroknak. Nagyon sokan megkapták már a Magyar Nemzeti Választási Irodától azt a borítékot, ami a szavazólapot, válaszborítékot és az útmutatót is tartalmazza. Egy azonosító nyilatkozatot is ki kell tölteni, ha ez hibás, a szavazat érvénytelennek számít. Akinek gondja akad a kitöltésével, segítségért fordulhat a polgári párt irodájához. Ugyanakkor abban is segítenek, hogy a borítékok biztosan eljussanak a konzulátusra. Elsősorban azzal tudunk segíteni, azzal tennénk lehetővé, hogy minél többen eljöjjenek, hogy irodai programot nyitvatartást módosítottunk, tehát egyik nap délelőtt, másik nap meg délután fogunk ügyfeleket fogadni, és a pénteki nap azt terepre szántuk. A szavazással kapcsolatosan, tehát a szavazás az mindenkinek az egyéni és titkos, tehát abban nem tudunk segíteni, viszont a szavazás mellett fontos, hogy az azonosító nyilatkozatot helyesen töltsük ki, aláírjuk, és ebbe viszont sokat tudunk segíteni. Itt az irodában, a Szabadságtér irodánkban, és arra szeretnénk buzdítani az embereket, hogyha már megkapták a szavazócédulát postai úton, akkor a szavazás is legyen érvényes, és hogyha már a szavazás is érvényes, akkor hozzájárulunk, hogy jusson el oda, ahova kell pontosan. Tehát nem érdemes kockáztatni a postai úton, hanem amennyiben itt hagyják és megtisztelnek bizalmukkal, közben járunk, hogy odaérjen el a szavazat, ahova pontosan kell. Az iroda hétfőnként és szerdánként 15 és 19 óra között, keddenként és csütörtöki napokon délelőtt 9 és 14 óra között tart nyitva. Pénteken pedig kérésre az irodavezető otthonaikban keresi fel azokat, akik nehezen mozognak vagy mások miatt nem tudnak személyesen az irodába eljutni. Az irodavezető a képernyő látható telefonszámon hívható. Június 1-e is hivatalos szabadnap lehet. Tegnap a szenátus elfogadta az erről szóló jogszabályt, amelyet Bíró Rozália RMDSZ-es szenátor és Klaudia Bogicevics peneles képviselő terjesztett a parlament elé. Ha a képviselőház is jóvá hagyja a tervezetet, jövőre június 1-e is hivatalos szabadnap lesz. A kezdeményezők szerint a szülők kevés időt tölthetnek a gyerekeikkel, ha június 1-e szabadnap lesz, akkor ők is részt vehetnek majd a gyereknapi foglalkozásokon, ami jó hatással lesz a gyerekek lelki fejlődésére.
Csíkszereda és Hargita megye után Sepsiszentgyörgyre látogatott Hans Klemm, az Egyesült Államok bukaresti nagykövete. A diplomata helyszínen kívánt tájékozódni a székelyföldi megyék sajátos problémáiról. A Sepsiszentgyörgyi megbeszélésen a megye és a város vezetői mellett részt vett Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke is, hisz az egyik központi témát az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának a kérdése képezte, különös tekintettel a Székely Mikó kollégium épületének az érzékeny kérdésére. A nagykövet elmondta, a helyszínen kíván tájékozódni Székelyföld lakosainak sajátos gondjairól. Bár konkrét ügyeket nem kívánt kommentálni, ismét megfogalmazta azokat az értékeket, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok fontosnak tart. Ezek közé tartozik a kisebbségek teljes mértékű tiszteletben tartása, freedom of religion, a vallásszabadság, freedom of the press, a sajtószabadság, ami nagyon-nagyon fontos. But then also freedom of speech and assembly. És természetesen a szólásszabadság és a gyülekezési szabadság. A találkozót követő sajtótájékoztatón Kató Béla püspök arról beszélt, hogy konkrét segítséget várnak az Amerikai Egyesült Államoktól az ingatlan visszaszolgáltatások ügyében. Nagykövet urat a végén meghívtam Kolozsvárra, hiszen ott van a püspökségünk, rövidesen ellátogat Kolozsvár, és ígérte, hogy fel fog keresni, és akkor részletesebben is konkrétan egész sorozatot, példákat tudunk elmondani. Most is átadtam a fehér könyvet és egy memorándumot, amit az egyházunk állított össze a visszaszolgáltatás ügyében. Amerika bukaresti nagykövete másodszor jár Háromszéken, januárban Árapatakon roma közösségeket látogatott meg. Akkor Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanácselnöke tájékoztatta a romániai magyar közösség helyzetéről, felkérve a diplomatát, hogy a védnöksége alatt szervezzenek román-magyar kerekasztal beszélgetést. Idén is elindítja a nagy sikerű 50 év fölöttieknek szóló Ezüst Akadémia elnevezésű oktatási programját a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai kara. Az idősebb korosztály tanulni vágyó tagjai már 2-től jelentkezhetnek a felsőoktatási intézmény székhelyén. A beiratkozás szeptember 23-áig zajlik. Az Ezüst Akadémia 2016-17-es tanévben októbertől májusig biztosít minőségi kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget az 50 év fölötti korosztály számára. A program ingyenes, minden második hét szerdáján tartanak előadásokat az egyetem csíkszeredai épületében, a szervezők pedig 14 egyenként 60 perces bemutatóval készülnek, amelyek végén kérdéseket lehet feltenni, illetve a résztvevők megvitatják a felvetett témákat. Tanácsülést tartott tegnap Hargita megye tanácsa. Arról döntöttek, átcsoportosítják azokat az összegeket, amelyeket előreláthatólag nem tudnak elkölteni ebben az évben a korábban elképzelt módon. Szeptember hónap folyamán eldöntik, mely beruházásoktól csoportosítanak át pénzt más beruházásra. Határozták el a testület tagjai Hargita megye tanácsa szeptember 13-ai rendkívüli ülésén. Borboly Csaba megyeelnök szerint, ha egyes esetekben nyilvánvaló, hogy az illető munkálatot évvégéig nem lehet befejezni, akkor azt ki kell mondani, tehát onnan szabadítsák fel a pénzt és utalják ki más projektre, amelynél még fel tudják használni ez időszakban. Egy-egy beruházás nem csak a megbízó intézményen, jelen esetben a megyei tanácson múlik, hanem a különféle engedélyektől, a rossz törvényektől, a feljelentésekből, perektől is. Így az a javaslat, hogy a rendelkezésre álló összeget hasznosítsuk, indokolta az elöljáró a keddi döntést. Véget kell vetni annak, hogy jön az év vége, és hagyjuk, hogy valahogy így úgy amúgy lássuk, egy-egy beruházás megvalósul vagy sem. Férfiason, bátran vagy nőiesen, ki hogy óhajtja, ki kell állni, és el kell mondani, ezt ezért nem lehetett megcsinálni, vagy nem lehet megcsinálni, és a pénzt csoportosítsuk át olyan beruházásra, amelyekre szükség van, és meg tudjuk valósítani. Ebben az országban olyan törvények vannak, olyan szabályok vannak, és olyan sokszori bürokratikus útvesztők, hogy ha sok úton is elindulunk, nem biztos, hogy mindegyiken be tudunk érni a célban, és az nem tőlünk függ. Függ a feljelentésektől, függ a perektől, függ a különböző engedélyektől, függ egyáltalán a kivitelezőktől, mindenkitől függ, csak igazából ezt lehetne látni, hogy
ez nem elégséges dolog ahhoz, hogy majd évvégén megmagyarázzuk, hogy esetleg egyik vagy másik beruházás még nem valósult meg. Úgyhogy most szeptember folyamán újra kell csoportosítani a beruházásainkat. El kell döntsük, mi az, ami meg lesz, álljunk ki és mondjuk el, hogy igen, van, ami meg lesz, van, ami nem lesz meg. Ami nem lesz meg, mondjuk el érthetően magyarul és tisztán, hogy miért, mi az oka, illetve hogy próbáljuk azt megoldani, mert semmiről sem mondunk le. Tehát ezt kell tudják a kedves tévénézők, hogy nem mondunk le semmiről. Ellenben, amit ebben az évben nem lehet megvalósítani, azt a pénzt ne tartsuk lekötve egy megvalósíthatatlan beruházásra, hanem helyezzük át olyanra, hogy meg lehet csinálni. És ilyen is van, hál' Istennek, jó néhány, hisz van jó néhány beruházásunk, amely elindult, és amelynek a bővítésére, folytatására szükség van. Úgyhogy mai tanácsülésen ezt végigvettük úgy pontonként, és szeptemberben fogunk dönteni végsőleg, hogy mi hova fog kerülni. A tanácsosok többsége abban állapodott meg, hogy a megyei tanács beruházási vezérigazgatósága a héten alaposan megvizsgálja a lehetőségeket és listát készít az átcsoportosításokról, és a következő soros ülésen szavaznak erről. Kezdődik az új évad a Figuránnál szeptember 17-én és 18-án, szombaton és vasárnap este 7 órától a 12-es Korterem című előadás kerül műsorra a Gyergyószentmiklósi Színházban. A szöveget Tóth Krisztina műveinek felhasználásával írta Barabás Olga. A 12-es Korterem című előadás egy igen személyes színész-közönség kapcsolat által szándékszik bemutatni ezt az eredeti történetet, amely izgalmas lehetőséget teremt arra, hogy autentikus, örök emberi létkérdésekre keressünk némi bizonyosságot. Ezt követően a produkciót szeptember 19-én a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház által szervezett Dráma Kortárs Színházi találkozón mutatja be a Figura társulata. Gyerekzsivajtól volt hangos tegnap a Szent Erzsébet öreg otthon udvara. Először szerveztek közös tevékenységet a Cseperedő programhoz csatlakozott kisgyerekek és az otthon lakói számára. A játék által próbálták összehozni a legkisebbeket és az időseket a Caritas tevékenység vezetői. Az ismerkedés, a közös együttlét, a játék nagyon fontos minden korosztálynak, ez adta az alapötletet a tevékenységhez. Eleve nem csak a két program közötti, mint öreg otthon és korai nevelős fejlesztő központ közti együttműködés a szervezeten belül, mint Gyulafehérvári Caritas, hanem hogy az együttműködés mellett igazából az ismerkedés, a közös együttlét, a közös játék, ne csak az legyen, hogy mindig az anyukák és a gyerekek, hanem jöjjön be a másik korosztály is. Igazából érzékenyítés is, úgymond, az idősebb korosztály felé. A két korcsoport közül valószínűleg az öreg otthon ápoltjai számára jelentett nagyobb izgalmat a közös program. Rég nem látott unokáikra, dédunokáikra emlékeztette őket. Én úgy gondolom, hogy az életet jelenti, mert tudjuk azt, hogy mára a társadalmi nyomás hatására kevésbé láthatjuk, hogy a generációk, tehát együtt éljen például három generáció, amit valamikor a dédszüleink idejében tapasztaltunk, hogy együtt élt a déd nagymama, a szülő, a gyerek, és együtt nevelték a gyereket, együtt fejlődött, úgymond bölcsességet tanult az idősektől ez a gyerek, tehát mára azért nagyban megváltozott ez a családi minta, tehát átalakultak a családi szerkezetek, és én úgy gondolom, hogy amellett, hogy életet hoztunk ide a mai délelőtre az idősek mindennapjaiba, egy kicsit közelebb kerültek talán az unokáikhoz is lélekbe, tehát nagyon sok idős személynek a hozzátartozója kint él külföldön, tehát több mint 30-35 család, tehát ezt tehát beszélhetnénk a migrációról is, beszélhetnénk arról, hogy hogyan maradnak magukra az idősek, de végül is, tehát a mai rendezvény célja az volt, hogy egy kicsit ezekbe a gyerekekbe meglássák az unokáikat, a dédunokáikat, és ugyanúgy a gyerekek is, tehát az idősekben is benne van a szeretet, benne van a melegség, tehát hogy tőlünk függ, hogy hogyan tudjuk ezt életre kelteni, és szerintem egy fantasztikus nap elébe nézünk. Az idősek hamar bekapcsolódtak a közös játékba, a mondókázás, zenélés, éneklés összehozta a jelenlévőket. Süssünk, süssünk valami,
azt is megmondom, hogy mit. Lisztből legyen keverve, töltelékes, jó édes, sodorva tekerve, túróval bélelve, csiga-viga rétes, kerekes és édes. Földes László közismert becenevén Hobó, Kossuth-díjas magyar blues-énekes, dalszerző, előadó művész ad koncertet 2016. szeptember 17-én szombaton 19 órától a Korona nagytermében. A Tudod, hogy nincs bocsánat című egyéni előadóestet láthatja a közönség. A belépő jegyára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lejbe kerül. A brassói Korona ellen lép jégre csütörtökön este a Progima Gyergyószentmiklósi műjégpályán. Ez a 2016-17-es idény első hivatalos hazai mérkőzése a pirosfehéreknek. Teljes kerettel lép jégre a csapat, és egész idényre szóló belépőt is nyerni lehet. Augusztus elejétől jégen volt a csapat, már augusztusban kialakult a végleges játékos keret, 7 felkészülési meccsel a háta mögött vág neki a bajnokságnak csapatunk. Ezek mind előrelépésnek számítanak a korábbi évekhez képest. Örvendetes hír az, hogy a csapat gerince maradhatott a tavalyról, és érkezőkről számolhatunk be. Hiszen, hogyha azt mondom, hogy Robert, aki ezelőtt 3 évvel már úgy gondoltuk, hogy ő egy jó erősítése lehet majd 1-2-3 esztendő múlva a csapatnak, ő most ugye Debrecenből tért haza. Akkor van egy másik hazatérünk, hát ugye Baravás Lacikát nem kell nagyon bemutatnom, de ő is egyfajta hazatérő, hiszen a múlt szezonban csak a végén ért ide, utána játékjoga visszaszállt a debreceni klubhoz, most meg végleges átigazolást szereztünk neki, úgyhogy ő is egy hazatérő. Aztán nagyon örvendetes hír az, hogy ezen előkészületi mérkőzések alatt több játékos, ifi játékos sok lehetőséget kapott, hál' Istennek, és nagyon örülök annak, hogy nagyon sokan bizonyítottak is ezen a téren. Tehát megkaptak első-második soros lehetőséget, védők, ifi védők, 11-12-es gyerekek, és szépen teljesítettek. Gondolok itt konkrétan Csibi, Robertre, gondolok Sáska srácra, akkor György Rajmira, igen. Tehát jó látni, hogy van azért egy-kettő, ha bár ez nagyon kevés. Tudjuk nagyon jó, hogy sokkal többről lenne szó ahhoz, hogy erősek maradjunk a hazai gyökereinkbe hosszú éveken át. Az első mérkőzéseket hazai pályán játsszák a pirosfehérek, csütörtökön és pénteken is 7:30-tól. Minden néző, szurkoló támogatója is a csapatnak, hiszen a szűkös költségvetés tetemes részét a jegyeladás képezi. Így nem csak a csapat teljesítményének növeléséért érdemes szurkolni, hanem megtartásáért, fejlesztéséért is. A belépők árai nem változtak, 10 illetve 7 lejért válthatók, és ebben a szezonban is kaphatók bérletek 200 és 500 lejes áron. A bérletet azoknak ajánlják, akik ennek megvásárlásával szeretnék támogatni a csapatot. A bérlet tulajdonosok ugyanakkor biztosan számíthatnak a helyükre, akkor is, ha olyan mérkőzések lesznek, ahol az érdeklődés nagyobb lenne, mint a csarnok befogadó képessége. A biztonsági intézkedések várható szigorodása miatt ez többször is előfordulhat. Az 500 lejes bérlet VIP bérletnek számít, akik ilyent váltanak, kiemelt támogatóknak tekinthetők. Ők különböző egyéb előnyökre is számíthatnak. A csütörtöki mérkőzés első szünetében 5 a bajnokság összes hazai mérkőzésére érvényes bérletet is kisorsolnak Barti Tihamér kezdeményezésére. Nagyon sok helyi értékkel rendelkezünk, gyergyóiak is, Hargita megyeiek, és azt hiszem, hogy ezeket az értékeket többféleképpen lehet népszerűsíteni. Egy ilyen helyi értéknek akár nevezhetnénk a Progim jégkorong csapatunkat is, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen játékon keresztül, hogyha kisorsolunk néhány bérletet, meghívót a hazai mérkőzésekre, egész szezonra, ez segíthet abban, hogy minél több gyergyómedencei, gyergyói, Progim jégkorong kedvelő eljön a meccsekre, és talán ez segít abban is, hogy minden egyéb helyi értékre felfigyeljünk mindannyian. Én remélem, hogy minél többen részt fogunk venni, ott leszünk a kedvenc csapatunk mérkőzésén, és sokan fogunk tudni szurkolni ahhoz, hogy minél jobb helyezést érjünk el ebben a szezonban.
A megyei tanács alelnökének Facebook oldalán található felhívásnak kell eleget tennie annak, aki a játékban részt venne, és az 5 bérlet egyikét szeretné megnyerni. Mutatjuk röviden még egyszer a nap fontosabb témáit. Segít az MPP a szavazatok célba juttatásában, házhoz is mennek a szükséges. Kisgyerekek és az öreg otthon gondozottai találkoztak tegnap, közös játékkal hozták össze a generációkat. Teljes kerettel lép jégre a progim holnap, és egész idénre szóló belépőt is lehet nyerni. Eddig a Napszemle, reklám után a Székely konyhával folytatjuk, maradjanak a Gyergyó TV-vel. Én holnap is várom önöket a képernyők elé, viszontlátásra!